Hello, gyerekek, aloha, szevasztok! Havajon vagyunk, kicsit esik az eső, de különben süt a nap, jó az idő, minden szuper. Megyünk a következő Adak Fire, és úgy gondolom, hogy elképzelhető, hogy ez lesz utolsó része ennek sorozatnak, mármint úgy értem, jó, de nem beszélek hülyeségeket. Az a lényeg, hogy valószínűleg Chernobyl map utolsó fölvonásban fogunk kezdeni. Várjátok, merre ment a Keeper? Ez a talány van. Merre ment a Keeper? Mire gondolt a művész? Igen, elmegyünk a rangtárolóhoz. Ez nem egyszerű egyébként ez az útvonal. Ez nem tűnik hosszúnak, viszont oda nézzél, hallod? Viszont oda ennyi nem is tudok többet beállítani. Jó, a gyerekek, csapjuk neki. Na, úgy megakadtunk, megtorpant a Verda. Na, tényleg. Legyen dinamikus? Legyünk dinamikusak? Legyünk nagyon dinamikusak? Jó, menjünk, figyeljetek. Szerintem nem tököljünk. Dobok neki egy retteltöset, összkerék. Lifi. Úgyni, röfögjön a Verda. Röfögjön a Verda, gyerekek. Eszi a üzemanyagot, 15 litert kapcsol. Oda nézzetek, veri a sarat, mint az őrület. Na, figyú. Figyula, migyula. Azon filózok egyébként, hogy itt nem is kellene arra körbe, mert nem van, itt át tudnék vágni. Szerintem itt nem volt tábla. Figyeljetek, urallal vagyok. Urallal vagyok. Tudok menni, mint bolond. Várjátok, vissza kettő padló. Úgy ki is köpött egy akkora kormot. Megőrülsz. Na, itt átmegyünk. Tudom, egy kicsit bohókás a hangulatomába. Kicsit belépszelt a boldogtalanság. Kicsit úgy érzem magam, mint egy durcás kisgyerek, kinek elvették a játékát. Gyere, 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 drága jó gitár, kell egy igaz dal. Látod, összeroppanok már. De jól van, oké. Okay. Bocsánatot kívánok egy kis... Kispál és a borz zenét verettem nektek. Ugye föl van derítve ez a terep, gondolom, aki most csatlakozott bele, gondolja, hát honnan tudott Keeper, hogy merre lehet menni. Figyeljetek, Keeper az már itten egy BTR-rel végig verette az egészet, mint a Veresegyházi asszony kórus. De ezt miért mondott Keeper? Ekkora hülyeség nincs a földön. Várjál, hol lehet itt elmenni? Hol vagyok egyébként? Na. Aha, eled, bárra is mehetek, nem kell lekem itt izéri. Átmenni ez mindenen. Egyébként ezzel az urallal egy felhőtlen móka és kacagás végig menni üresen ezen az útvonalon, csak ugye majd nem lesz az akkor, amikor rajtunk lesz a teher. A teher. Úgyhogy még gondoljátok, hogy jaj, de egyszerű. Nem lesz az, higgyétek el, meg főleg, hogyha Keepernek kell fölpakolni a terhet magára. Pörög még mindig a hátsó kerek, olyan csapályozása van, oda nézzél. Látod a jobb hátsót? Így kell orosz. Ezért, a ruszki. Valahol ki kéne mennem jobbra, mert itt meg fogok murdölni lehet. Nem, nincs tábla, úgyhogy próbálkozzunk. Olyan felderítetlen utakon is járunk. Nem létező üveket használok. Volt egy olyan ismerősöm, az volt a neve Kis Ivet. És akkor mindenki azt mondta, hogy jó, ide meghúznám a Kis Ivet. De tényleg az volt a neve egyébként. Lol. Ja nem, Nagy Ivet volt. Szokták neki mondani, jaj, meghúznám a Nagy Ivet. Tudom, hogy nem ugyanaz az Ivet, meg az Ivet, de majdnem, gyerekek. Sérülés volt, mi volt az? Mi volt, mi történhetett? Bemegyünk a izébe. Gyárba. Nyomjad neki, Keeper, attól leszel jobban, hogyha az ural sárba megy most nyomban. Gyerek, egy kántornak kellett volna mennem, komolyan. Kántornak. Milyen jó bevette a kanyart, More. Nagyon jó. Egyébként nagyon pro vagyok.
Érzem ezt a toságot. Itt jöttünk ugye a BTR-rel, hát szét is vágtuk az utat vele. Nyugi gyerekek, lesz itt még nehézség, a keepernek le fog rohadni az arcáról a mosoly, és nem fog énekölni nektek. Gyerekek, hát mit jelöltem magamnak, hallod? Hol tudok ott kimenni? Ja, várjál, itt te. Ír. Kiütöttem az egy falat. Várj, valahol itt mentem ki. Itt meg be. Kicsit kacskaringós, kicsit el van hagyadva itt a dolog. A karbantartókat szerintem lehet, hogy ki kéne rúgni. Én itt szeretnék karbantartó lenni. Na, helyen meg more. A busz megálló meg le van rohadva. Na, itt ugye az a lényeg, gyerekek, hogy ez most nem lesz olyan egyszerű, mint amennyire gondolnád. Ezt föl is kell rakni valakinek, és ezt nem fogják megcsinálni helyettünk mámot. Úgyhogy gyerekek, ezt most földobjuk. Az a lényeg, ugye kérhetsz egy rönköt. Bírt. Most kaptunk egy rönköt. És akkor küzdjék ki, pör. Kár, hogy... meg szerencse, hogy olyan profi vagyok, hogy az el se hiszitek. Várjál, ki kellett volna izé? Várjál. Nem ez? Orgony meghosszabbítás. Pozícionálás és lenyomás. És ez lesz is jól most. Na, figyelj. Majd meg lehet nézni egyébként, Keeper Pro. Jó, annyira nem, na, nem fényezem magam, de amúgy elboldogulok én ezzel a projekttel. Darus markoló lapát, ez... Ctrl 2, na, valójában Ctrl 2. Úgy. Hát akkor verjük neki. Az a lényeg, magadnak fel kell szórnod. Ugye ez a projekt van. Szépen be kell ugye illeszteni a helyére. És ugye akkor tudod megoldani. Ez mondhatni, ez egy jó dolog, mert ugye úgy működik alapban, hogy... na, hogy mondjam? Így, és akkor elvileg most, hogyha én ezt Ctrl 2-vel dobom, akkor ezt ő úgy érzékeny, hogy ez nagyon boldog. És nem tudom, hányat kell feldobbantani egyébként rá. Várjál? Nem megnyomni kell ilyenkor? Ehhez még kettőt fel kell rakni, úgyhogy nem egy olyan veszélyes, csak ugye kritérium az, hogy azért valamennyire kezeld jól azt a izét, darut, ugye. Nem, de egyébként tényleg nem ördöngösség kezelni, megmondom őszintén. Néha ugye annyira, hogy nehéz látni itt térbe, de nagy segítség ugye az újabb verziókban már benn van ez, hogy így, hogy mondjam, hogy van az a kis vonal, hogy mutatja, hogy mégis mi fölöd van. Ctrl 2. Oké, gyerekek, elfordít. Jó, azt átoltuk a drótkötélen, azért az nem volt egyszerű. Na. És akkor elvileg még egyet fölpattintok, az nekem elég is kell, hogy legyen. Úgy. Ugye kell kérni ilyenkor még egyet. Úgy. Ugye mindig... na ne szívassál, more. Hallod? Eltűnt az előző. Nem jó helyen állunk szerintem, az... jó. Hát ez jó megszivatott, hallod? Eltüntette az előzőt. Tök jó. Jó, messze kell tőle raknom, mert valószínűleg azért kis plusz munkát most kis túlórá sikerült, mert jaj, de jó. Egyébként az ilyet, ez nagyon szeretem. De tényleg ugye amiatt volt ez most ez a dolog, hogy eltűnt. Mert valószínűleg túl közel voltunk, és akkor kivette onnan. Hát nagyon boldog vagyok. De hát jó van. Jó van, gyerekek, hát elpakolja a képer a fát, az van, nem múlik. Ezen nem múlik már itt. Megpróbálom egy kicsit arra-balra rakni, azt akkor talán jó lesz. Na, várjál. Hát ez annyira nem sikerült jól. Kicsit kell fordítani rajta, hogy... Nem jó. Kívül van, keeper. Kívül van. Jó lesz most. Fordítsál rajt még, fordítsál. Úgy, most lesz jó. Úgy. Igazából szerintem el is eldobhatom. Megint el fogja tüntetni, úgyhogy fölvesszük.
odébb járunk, mert nem tetszik neki ez a dolog, hogy nekünk itt ez ilyen közel vagyunk, és ugye emiatt, hogy eltünteti az egyik fánkat. Fánkot. De most bízunk benne, hogy most nem fogja. Ugye? Ugye kérek egyet. Te hallod, ez nagyon jó, nagyon komoly, hallod, eltünteti az előző fát. Hát őrület. Imádom egyébként, imádom a játékban a bugokat. A legjobb dolog a világon, hogy, szívatnak meg, de nagyon brutálul le. Nagyon jó, nagyon, ez egy csodálatos öröm egyébként számomra. Na. Jó, várjál. Nem, most meghagyja nekünk azt az egyet. Jól van, hát akkor ezt így fogom, jó messziről megpróbálom, jó? Várj, a horgonyokat dobjuk ki. Ja. Hát ilyen jó messziről megpróbáljuk, jó? Talán akkor nem fogja eltüntetni. Ez egy kicsit izé volt, szomorúvá tett, de hát figyeljetek, gyerekek. Nem veheti el a kedvét a képernek a dologtól. A dologtól nem veheted el a kedvem, mert én nekem ma még lesz egy medvem. Megpördíti képer. Azt már dobja is le, várja, túlpördített egy gyerek. Úgy? De be kell akasztani az elsőbe is, úgy? Vagy lehet, hogy én voltam a hülye? Nem, hogy nem lehet, hogy kettőt kell, hallod? És akkor meg én már rakom itt egy éve? És nem ad többet? Figyeljétek meg, hogy a keeper itt hadakozik. És tuti, hogy én vagyok a hülye. Figyeld meg, figyeld meg. Akkor megbolondulsz. Megbolondul a keeper, várj. Hopsz, az meg nem tetszik neki, hogy adnom. Ez még annyival több... Na várj, de most mi a szituáció? Várjál. Lehet, hogy... Na most jó. Elvileg még egyet kell elhelyeznem. Most, ha lekérjük... Nem tűnt el! Nem tűnt el! Végtelenített játék lett volna a gyerekek. Itt raktam volna a fát 3 éven keresztül. Így. 3 éven keresztül raktam volna a keeper a fát, hogyha ez most eltűnt volna megint. Ez egy kicsit beszívad, de azért megoldjuk. El kell nyúlni a izéig, Balatonig. Pörgessed azt a izért kart. Jók vagyunk? Jó messzi van, mi? Nem egyszerű így. Ez épp határeset. Fogd az őr meg, remélem megfogja. Gyerekek, jól, ez nagyon... messzebb már nem is mehettem volna, mi? Temeső le? A francot nem hallod. Hát nem leesett. Na, várjál. Ennyi max. Hopp, lelendítettük? Nem lendítettük le. Gyerekek, ez nem egyszerű. Hát el kell venni a... Beresegyházára, várja. Úgy megoldotta a keeper. Remélem nem tűnt-e semmi. Jó. Nem tűnt-e semmi se. Ez is semmi. Hopp, jó. Jó, és akkor most biztos vagyok benne, most megoldódik. Hogy? Fölemeljük. Fölemeli. De jó, de jó. Az egyik az nem jó helyen van, tudom, majd kihúzatom a fogamat. Te, nehogy eldob... Jaj, ne dobd el. Ne, kérlek, ne dobd el. Aztán még itt fényeztem magam, hogy milyen jó darus vagyok, mi? Így nem jó, gyerekek, hogy így viszem a fát. De nem tetszik neki? Miért nem? Báj. Báj nem tetszik. Hoppa! Keeper egy cseles mozdulattal mindjárt megoldja. Oda nézzél. Hoppá, és már kettő fát tettem helyre ezzel az egy mozdulatommal. Oda nézzél, figyeld. Hopszi. És most egy Ctrl 2 és dur bele. Nem jó. Jaj, nehogy azt mondd, hogy egyenesbe kell állítani, mert akkor megőrülök. Ez a legjobb lesz, érzem. Várjál. Ezt mindig is szerettem ezt a... hogy állítsd egyenesbe. Na, várjál. Bundi! Remélem nézed a videót. De szerintem ettől, hogyha nem... te is megbolondulnál már most. És azt megfigyeld-e? Nagyon... Jaj, te!
Na, most azt ennél egyenesebben már nem tudom rakni ezt a gépet. Hallod most meg arra, figyelj. Ennyi eltérés és nem engedi. Nem engedi megrakni így. Várj. Sikerült! Oké, mehetünk. Csapjuk neki. Erre le. Figyeljetek. És most jön még a nehéze? Mert a keepernek a keze. Ha beremeg, akkor meghalunk hamar. Nem tudom, miért verselek, és jobb lenne, ha nem tenném. Hát, itt egy kicsit szökös a szituáció. Na mindegy. Ja. Adjunk neki, várjatok. Brim. Nem kell egyből felborítani, nézhetni magad elé, keeper, mert erre a dombra itt felmentem volna, azt instant dölt volna fel az egész. Úgyhogy próbáljuk meg. Nem leszünk ám olyan bénák, higgyétek el, de azért ilyenkor már figyelni kell. És az is rimelt, és ez nem szándékos volt, bocsánatot. Bocsánatot kérek. Ameddig csak élek, addig én. Nem mondom ki. Kidőtt itt a izét. Karbantartókkal gyerekek, lesz baj. Figyeljetek, jó lenne előre néznék egyébként, mert a nagy fübe megrejtőzik valami lyuk, azt vége lesz. Arra kéne mennem? Te, keeper, te mit jelöltél magadnak? Hallod, nem érdekes lett volna, azt lekövetem azt a piros izét. Piros jelet. Várjál, nézzük meg, mi, hol vagyunk, mert itt... Aha, itt ki kéne menni, ugye? Várjatok egy kicsit, szerintem nem annyira jól jelöltem. Tényleg egy picit ilyen sűrűbb jelöléssel. Eddig eljutunk, az nagyon jó lesz. Na. Jaha! Igen, itt volt a kerítés leborulva, de itt... Én óvatossággal kell interem magamra. Jó lesz. De egyébként egész jól megy ez a Swinters, nem tudom mi történt. Talán a keeper doppingol. Belemegyünk ebbe a nagy sárba itt középen. Nem akarok semmi dombos részre fölmenni. Ugyannyira nincs is nagy sárna, itt egy lesz egy gödör. Egy csapdázós gödör. Szépen középen tartva. Úgy. Középen kell tartani, ugye? Hopp, itt is van egy pup. Arra se fölmászni. Ugye? Okosba kell csinálni, gyerekek. Jaj, te fiú! Mi ez? Jó, megoldottuk. Várjál, amikor lemegyünk, óvatosan, keeper, óvatosan, te! Halott. Óvatosan, te állat. Most azért a szerencse is mellettünk állt. Nem nagyon néztem se Isten, se embert. Jó van, oké. Na akkor átmegyünk itt. Kimegyünk az útra. Itt egy kicsit kerülünk, mert úgy látom, hogy ott ugye. És szerintem gyerekek itt már fél lábbal is. Jó nagy saras rész. De inkább belemegyek, mint a szélén menjek. Na nem olyan veszélyes, gyerekek. Nem olyan veszélyes. És lendületből megyünk, mert úgy látom azért meredek. Ajaj, belemegyünk a gödörbe. Nem kockáztatok a szélébe. Aha. Zorra turta egy kicsit a sarat. Hát itt ez, próbáljuk meg picit kerülni. Veszélyes lesz, aha. Látod? Veszélyes lesz. Ebben véletlenül ugye egyik oldal elsüllyed, egyik sorkerék, akkor baj van, inkább menjünk bele. Ott abban nem lehet baj, oda már nem tudsz jobban süllyedni le. Jó, gyerekek. Hát ez csodálatos volt, komolyan. Na már, hogy kell lerakódni? Mi vagy, keeper? Na. Király egyébként. Nagyon szuper. Mind a kettő helyre vittük a fát. Úgy látom, ugye? Ugye mind a kettő, négy... Figyeljetek, most pont ezt akartam mondani, ugye? Mind a kettő helyre elvittük négy fát.
Ennyi erővel ugye hozhatnék még egy adagot, meg oda is vihetnénk még egy adagot. Szerintem teljesen frankok voltunk. Mondhatjuk, hogy ezt kijátszottuk, jöhetnek a következők, és mostantól beleerősítünk egy picit. Járműveket fogunk próbálni tesztelgetni 1000-rel. Jók legyetek, köszönöm a figyelmet, csomi csö.